Üdvözöllek a 2024-es legjobb okos otthon termékek videó sorozatomban. Ebben az epizódban az okos vezérlőket mutatom be, amelyek képesek bármilyen hozzárendelt eszközt, jelenetet, automatizációt irányítani. Mindegyik másért jó, szóval nézzük meg, hogy szerintem mik is a legjobbak. Flick. Vannak olyan dolgok, amiket nem lehet automatizálni, és szükségünk van egy kapcsolóra vagy egy gombra. Pontosan itt jön a képbe a Flick. A Flick 2 egy Wi-Fi és Bluetooth alapú okos gomb, ami három programozható móddal rendelkezik, egy kattintás, dupla kattintás, hosszú nyomás vagy kattintás. Használhatod a Flick alkalmazást is, de csatlakoztathatod őket a Home Assistant-hez is, vagy integrálhatod HomeKit-be, Alexa-ba, Google Home-ba, mindenhova, de akár Spotify-jal is összekötheted. $100 három darab Flick 2-es gombot és egy mini hubot kapsz. Akara Cube T1 Pro. Ez a kedvenc vezérlőm, szó szerint egy kocka, és bármit ráprogramozhatsz. Mindössze annyit kell tenned, hogy felfordítod azt az oldalát, amelyiket aktiválni szeretnél, de vannak még további triggerek is, mint mondjuk klikkelés, forgatás, dupla kattintás, 180 fokos forgatás, rázás, nem tudom, hogy mondtam-e. Én a nappaliban használom, és tökéletes a sok jelenetem kiválasztásához, mint mondjuk amikor filmezünk, vagy PlayStation 5-özök, főzünk, vagy éppen ebédhez, vacsorához. Ahogy az összes akara eszköz, így a Cube is támogatja a fő ökoszisztémákat és kompatibilis Matterrel. A 7000 forintos ára meg szerintem konkrétan olcsó ahhoz képest, amit kapunk, meg a milyen kreatív módon. De mit gondolsz te? Légy szíves, írd meg a véleményed a komment szekcióban, és dumáljuk meg, hogy mi a legjobb termék az ilyen vezérlők, nem csak fali, hanem például ilyen gombok, kockák esetében is. Egy másik akara termék a Mini Switch T1. Ezt a cuki gombot be kellett szereznem, amúgy három programot lehet rá is programozni, ugye egy kattintás, két kattintás, vagy dupla, és egy hosszú lenyomás. A hálószobámban használom az éjjeli szekrényemen, helyeztem el, mert egy egyszeri kattintással mindent ki tudok kapcsolni, így nem kell felkelnem, és egyből aludhatok is, mert kb. Fél álomba is vagyok. Sajnos mondjuk néha felszoktam ébredni esténként, és ilyenkor jó lenne, hogyha a két éjjeli fény minimálisan világítana, és mondjuk a klímám is bekapcsolna. És mert az ágyban vagyok, és nincs kedvem felkelni, vagy erre nincs egy automatizáció, amit létrehozhatnék, erre is nagyon tökéletes, hogy ott van ez az okos gomb, csak duplán rányomok a mini switchre, és megvan ez a setup is. Ami pedig a hosszú lenyomás, tehát a harmadik triggert jelenti, azon még mindig gondolkozom, és nem találtam rá ki valamit, de ha van ötleted, akkor kérlek, írd meg. Ez is 7000 forint, bár lehet, hogy ennyiért a Cube jobban megéri. Sonoff RM 433 R2 távirányító. 8 gomb, 8 eszköz vagy jelenetvezérlés. Nem csak okos eszközöket, de RF 433 MHz-en kommunikáló eszközöket is, így például redőnyöket is irányíthatunk vele, és a párosítás is egyszerű. Nem a legszebb, azonban bárhol elfér, mondjuk a nappaliban a távirányító mellett, de 3M ragasztóval vagy csavarokkal a falra is tudjuk rögzíteni, és csupán 3000 forintba kerül. Sonoff Switchman R5. Na erre a fali kapcsolóra akár 18 dolgot is beállíthatunk, ugyanis 2x3 gombra kattintás, dupla kattintás, vagy akár hosszú nyomást is beállíthatunk, nyilván külön-külön. Két részből áll, van egy tartó, amit 3M ragasztóval vagy csavarokkal rögzíthetünk a falra, viszont maga az egység mágneses, szóval bármikor levehetjük a falról, és pont ezért tetszik nagyon, mert flexibilis. A Sonoff szerint csak EV-Link remote-tal kompatibilis eszközökkel működik, de én találtam arra módot, hogy Home Assistant-be is integrálni tudjuk, ezt belinkelem a leírásba, tudod, a like-gomb alatt, kis ilyen hekkelés van benne, de ha megnézed, szerintem neked is menni fog. Két elemmel működik, amik 2 évet bírnak, és 5000 forintba kerül. Sonoff NS panel. Itt mindent egy helyen tudsz vezérelni, legyen szó automatizációról, jelenetválasztásról, kapunyításról, hőmérsékletszabályozásról, az eszközök ki- és bekapcsolásáról, vagy akár csak az időjárás csekkolásáról. Természetesen az NS panel támogatja Alexát, Google Assistantet és még Siri parancsokat is konkrétan hangvezérléssel. A panel tartalmaz egy beépített termosztátot is, és többféleképpen tudjuk irányítani, akár nyilván ez egy érintőképernyős panel, de appon keresztül is, bár szerintem az
a panelnek pont az a lényege, hogy egy adott helyen van, és ott tudunk csinálni vele valamit. Én például a bejáratnál váltottam ki az okosnak tűnő, de amúgy buta beengedő interkomomat. De ha nem szeretnéd a falra helyezni, akkor vásárolhatsz $10 egy ilyen asztali tokot is hozzá. 17.000 forintba kerül. Elég menő, nem? Hogyha te is így gondolod, mutasd meg azzal, hogy lájkolod a videót. Sonoff NS Panel Pro. Minden tud, amit a sima kistesója, de pluszban tartalmaz egy Zigbee hubot, és a biztonsági eszközeidet is tudja vezérelni, például riasztani, vagy valós időben nézhetjük a kameránkat is. Sőt, még interkomként is használható, szóval az okos csengőddel és okos záraddal is össze tudod kötni, és akkor válaszolhatunk, vagy beengedhetünk éppen azt, aki ott van. Ez valamennyivel drágább, 30.000 forintba kerül. És ezzel elértünk a videó végéhez, köszönöm, hogy megnézted. Mivel még itt vagy, ezért hadd hívjam fel a figyelmedet a legjobb okos szenzorokra, és végül is kicsit beszéltünk kamerákról, tehát a legjobb okos kamerákat is érdemes megnézni, de előtte lájkolj, kommentelj, csengővel iratkozzál fel, mert még rengeteg ilyen okos otthonos tartalmam jön még, remélem, hogy találkozunk a következő videóba, mondjuk ezekben klik, klik. Szia, sziasztok!